109 000-en betegedtek meg Magyarországon a járvány kitörése óta. A kórházak felszereltek, rendelkezésre áll elegendő ágy, lélegeztetőgép, maszk és védőfelszerelés is. Azonban az orvosok és az ápolónők száma véges, és a vakcina érkezéséig is még több hét van hátra, indokolta a legújabb szigorításokat Orbán Viktor miniszterelnök hétfő délelőtt. Ha ilyen ütemben nő a fertőzöttek száma, akkor az orvosaink és az ápolónőink, vagyis a kórházaink nem tudnak megbirkózni a rájuk nehezedő teherrel. Ezért ezt a terhet, vagyis a megbetegedések számát csökkentenünk kell, a maszkviselés önmagában már nem lassít eléggé. Ezért a járvány terjedését korlátozó intézkedéseket kell bevezetni. Ennek értelmében, vagyis este 8 és hajnali 5 óra között csak munkába járás céljából lehet elhagyni az otthonunkat. Bezárnak a szabadidős létesítmények, az éttermek csak elvitelre dolgozhatnak majd. 14 éven felüli diákoknak digitális oktatásra térnek át. Az általános iskolák, óvodák és bölcsödék nyitva maradnak. Nem lehet lakodalmat tartani, és az esküvőn is csak a legközelebbi hozzátartozók és a tanúk vehetnek részt. A temetéseken is legfeljebb 50-en lehet. Jelen. A családi és magánrendezvényeken maximum 10 vehetnek részt, a szállodák pedig csak az üzleti céllal érkező vendégeket fogadhatnak. A sporteseményeket pedig mostantól zárt kapuk mögött rendezik. A kereskedelmi és iparkamara javaslatára a szállodáknál a zárás utáni első 30 napban a november 8-áig történt foglalásokat, illetve azok 80%-át az állam megtéríti. Ennek föltétele, hogy a munkavállalót ne bocsássák el, és a munkavállalók megkapják a fizetésüket. Továbbá erre a 30 napra az éttermek és a szabadidős létesítmények mentesülnek a járulékfizetési kötelezettség alól, és az állam a munkavállalók bérének a felét megtéríti. Ennek ismételten az a feltétele, hogy a munkavállalót ne bocsátsák el, és a dolgozók megkapják a fizetésüket. A korlátozó intézkedéseket 30 napra vezeti be Magyarország kormánya, szükség esetén akár meg is hosszabbíthatják azokat.